Mit szóltál volna hozzá, hogyha esetleg a kiskutyádat a hétvégén a hegyen sétáltatod és találkoztok a farkassal? Hát nem tudom. Nem tudom. Az biztos, hogy kellemetlen lett volna. Nem örülnék, hogyha valami is megtámadna. Az ismerősémmel többször is beszélgettünk erről, hogy ha már ugye van ezekben a farkasokban csíp, meg ilyesmi, esetleg valamilyen nyomkövetőt, nyakörvet, bármit is lehetne esetleg telepíteni az állatokra. Hát persze ugye egy napja volt csak itt, tehát hogyha ez lehetséges lenne, akkor sem biztos, hogy megoldható lehetett volna. Mi egyébként gyakran kerékpározunk, illetve túrázunk a környéken, emiatt a farkas veszély miatt nem tettük ezt a hétvégén. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy ő lenne a felelőse miatt. Mit gondol, mennyire lehet párhuzamot vonni a 20 évvel ezelőtti hasonló esettől, amikor a nagymamát támadta meg a farkas? Gondolom, hogy ezért is döntöttek most így, hogy arra való tekintettel, hogy nehogy valakinek baja essék, ezért inkább megölték az állatot. Szatyor Miklós minden esetre kiadott egy nyilatkozatot, amelyet honlapunkon már olvashattak, alább ebből idézünk. A döntés meghozatalokor figyelembe kellett venni a közeledő alkonyatot, a frekventált kiránduló területet és a lakott övezet közelségét. Egész munkásságomat az állatok védelmére tettem fel, de ebben az esetben aközött kellett döntenem, hogy megkockázhatom az állat szem előtt tévesztését, ezzel bármekkora esélyt is hagyok neki emberek veszélyeztetésére, vagy sem. Tudtam, ha csak egy kis esélyt is hagyok neki arra, hogy emberek kerüljenek veszélybe döntésem miatt, nem cselekszem jól. Ezért baleset és életvédelmi okokból került sor a lőfegyver használatra, nem kockáztatva azt, hogy az állat újból szem elől tévedjen, és esetlegesen valaki testi épségében kárt tegyen. Engem és a kollégákat is mélységesen megrendítettek az események, de adott pillanatban és közel egy nap után visszagondolva is úgy érzem, hogy az egyetlen jó döntést hoztam meg. Egy állatvédelme ugyanis csak addig tartható, amíg azzal emberek életét nem veszélyeztetjük. Én az emberi életvédelme mellett döntöttem. Szatyor Miklós nehéz helyzetben hozott egy döntést, amiért napok óta támadják minden lehetséges módon és fórumon. 20 éve azonban meghalt egy nagymama. Ő biztos megértené az igazgató tettét.